Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. A héten a Nemzeti Emlékhelyek számára szerveztek egy konferenciát Fehér megyében, azon belül is Kápolnásnyéken. Erről fogunk beszélgetni többek között a mai Köztérben. Nézzük az összeállítást, hogy miért is fontos ez a konferencia, aztán hamarosan vendégünkkel folytatjuk ezt a témát itt a stúdióban. A fehérvári királysírok, a történelmi óriások, a Pákozdi Katonai Emlékpark funkciója és a hazafias nevelés. Ezek is napirenden voltak azon a konferencián, amit a Nemzeti Örökség Intézete hívott életre. A nemzeti és történelmi emlékhelyekről, ezek jelentőségéről, szerepükről szólt a nap a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. Minden évben egyszer az emlékhelyek napja előtt jóval szervezünk az emlékhelyeknek egy workshopot. Ez ma nem egy workshop, hanem egy konferencia, mert olyan nagy volt az érdeklődés, és olyan sok előadó jelentkezett magától, hogy szeretne a saját emlékhelyéről kicsit többet elmondani, hogy ezért átalakítottuk egy konferenciává. Nagyon sokan vesznek részt az ország különböző részéről, és nagyon örülök, hogy egy ilyen helyen tudjuk ezt megtartani. És az egész emlékhelyek napja ugye 5 éve indult, 5 éve a Nemzeti Örökség Intézete indította el, és álmodta meg, hogy legyen az emlékhelyeknek is egy ünnepe, hiszen a különböző emléknapok, azok mindig ünnepek, az adott területnek az ünnepei, a múzeumok éjszakája is, például az örökségvédelem napja. És az emlékhelyek napja is már a hála Istennek egy nagyon szép országos rendezvényén nőtte ki magát. Minden évben többen és többen csatlakoznak hozzá, és a látogatói létszám is minden évben nő. Idén egy nagyon komoly létszámot céloztunk meg, és ez a 100 000-es látogatói létszám. Merjünk nagyot álmodni, nagyot álmodunk, és remélem, hogy minél többen tényleg részt vesznek, és elérjük ezt a létszámot. Mondhatjuk, hogy Önök célul tűzték ki annak idején, hogy a történelmet minél szélesebb körben megismertessék itt a magyarokkal. Hát természetesen, hiszen hogyha végignézzük akár a mai emlékhelyek részvevőinek a létszámát, a listáját, akkor azt látjuk, hogy lefedi Magyarország egész történelmét. Időbelileg is és területileg is. Úgyhogy aki a magyar emlékhelyeket, úgy a nemzetét, mint a történelmi emlékhelyeinket megismeri, az biztosan mondhatom, hogy megismeri Magyarország történelmét. Mitől lesz valamelyik tér, mitől lesz egy tér tulajdonképpen nemzeti emlékhely, hogyan nyilvánítják ilyenkor a teret nemzeti emlékhely? A nemzeti emlékeink sora az viszonylag egy behatárolt, hiszen 20 alatt van a nemzeti emlékhelyek száma, és a döntéshozóknak a szándéka az, hogy ez ne is nagyon bővüljön. Tehát a nemzeti emlékhelyek száma az egy kiemelt, a történelmünknek kiemelt helyszíneit minősíti Magyarország kormány a törvénnyel nemzeti emlékhelyé, és a történelmi emlékhely az egy olyan fogalom, ami viszont az adott helyszínnek a történetében fontos, tehát a saját lokális identitásban egy nagyon fontos helyszín. A terekbe írt múlt Fejér megyében is több helyszínen megelevenedik, ilyen például a Pákozdi Katonai Emlékpark, amely több okból is kiemelkedő terület hazánk számára. 2011-ben az országgyűlés elfogadott egy törvényt, létrehozva a nemzeti emlékhely és a történelmi emlékhely kategóriát, számos olyan fontos létesítmény, műemlék, szellemi központ kapott rangot és költségvetési támogatást, amelyek a magyar nemzeti identitás szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak. A Nemzeti Örökség Intézete, az az állami szerv, amely gondozza ezeket a létesítményeket, illetve segíti, támogatja ezeket a létesítményeket, minden évben fontos küldetésének tartja, hogy a széles közönség megszólításán túl a szakmai szereplők számára, az intézetők számára is tartson egy konferenciát. Idén Kápolnásnyéken a Halászkastélyban tartjuk azt a komoly konferenciát, amely a nemzeti és történelmi emlékhelyek munkáját mutatja és foglalja össze. A Pákozdi Katonai Emlékpark, amely nagyon fontos abból a szempontból, hogy az 1848-42-es forradalmi szabadságharc első jelentős győztes csatájának a helyszínén jött létre,
ez nem csak egy fontos hadtörténeti dátum, a Magyar Honvédség születésének a pillanata is. Tehát nem véletlen az, hogy a nemzeti emlékhelyek sorába emelkedett a Pákozdi Katonai Emlékpark. A konferencián mindemellett szó volt a nemzeti emlékhelyek fejlesztéséről, a honvédelmi nevelésről, Trianonról és annak a mára gyakorolt hatásáról is. Nos, tehát a Nemzeti Emlékhelyek vezetői számára szervezték meg ezt a konferenciát. Stúdiónk vendége Görög István, a Katonai Emlékpark Pákoznak, Nemzeti Emlékhelynek a vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Ugye itt már érintett az előző szállításban Dávid Renát a kolléganőm néhány témát. Miért fontos az önök számára egy-egy ilyen konferencia? Miért fontos a szakma számára ez a találkozási pont? Hát mint a két előző riportalany be is számolt róla, az országban 17 nemzeti emlékhely van, és 54 történelmi emlékhely. Ezzel, ahogy a Radnéni dr. Fogarasi Katalin is fogalmazott, szinte lefedi a magyar történelmet és az országot is. Ez ténylegesen azt mutatja, hogy térbe se vagyunk egymáshoz közel. Ebben ugye nagy kivétel Fehérvár, meg Budapest, ahol egy helyen több, vagy a közelben több nemzeti emlékhely is van. Ezeknek a vezetői, vagy a fenntartói, mert itt összességében a fenntartókról van szó, hiszen egy-egy ilyen létesítmény nem biztos, hogy önálló minden területen. Például Budai Vár, mondjuk az úgy, ahogy van, nemzeti emlékhely, na de hát annak van egy, most már egy vár kapitánysága, aki felelős azért, hogy ott rend legyen, meg valahogy a nemzeti emlékhelyekhez méltóságot biztosítani tudja. A Katonai Emlékpark egy önálló KFT gondozza, amely alapvető feladata az, hogy egy üzemeltetési megállapodás alapján a tulajdonosoktól átvegye azt a feladatot, amit ők vállalnak a törvény értelmében, azt, hogy azt megtartják és méltóan be is mutatják, tehát lehetővé teszik a látogatók számára, hogy megtekintsék. Például a Budai Várat megbiztosítani tudják azzal, hogy nyugodtan lehet sétálni az utcákon. Nálunk nyugodtan be lehet jönni, és van lehetőség arra, hogy a nemzet polgárai megismerjék a nemzeti emlékhelyet. Na most ezeknek a vezetője általában az év nagy részében nagyon elfoglaltak. Most ilyenkor egy kicsit lehetőség van arra, hogy kisebb a nézőközönség, ebből következően találkozhassanak egymással, tapasztalatot cseréljenek, és hát beszéljenek olyan kérdésekről, mint például a Nemzeti Emlékhelyek napja, ami azért jelentős, mert 5. alkalommal tartjuk meg, és ténylegesen a Nemzeti Örökség Intézete is nagy fontosságúnak találja azt, hogy az most így mondom, dedikált, nevesített létesítmények vezetői közösen gondolkodjanak arról, hogy hogyan lehetne erősíteni a látogatottságot, hogyan lehetne az ifjúságot jobban megszólítani, hogy nagyobb kedvel vegyenek részt ezeken a foglalkozásokon. Az idei évben is május 9-én lesz ez a Nemzeti Emlékhelyek napja. Ez egybeesik a II. Világháború befejezésének 75. évfordulójával, az Európai Békenappal. Ezért is logikusan döntött úgy az Örökség Intézete, hogy az idén az egyik kiemelt hely ezen a nemzeti emlékhelyek napján kiemelt programhelyszínként a Katonai Emlékpark jön szóba. Ez számunkra egy nagyon megtisztelő lehetőség, és ténylegesen fókuszba kerülünk még ebbe a 54 plusz 17 szervezet között is, és ez egy fontos számunkra. Hasonló megtiszteltetésben részesül az idei évben a budapesti Fiumei sírkert, amelyik szintén nemzeti emlékhely, és amelyik szintén olyan programokat fog elindítani, ami lehetőséget ad arra, hogy még több személy csatlakozzon ehhez a programhoz, és látogasson el. És a harmadik helyszín pedig Opusztaszer, amelyik létrehozásának 50. évfordulóját ünnepli.
Ugye különleges ez a Nemzeti Emlékhelyek Napja, hiszen így, hogyha visszagondolok az előző évek tapasztalataira, akkor most már talán elmondhatjuk, hogy valóban ezen a napon tényleg a látogatók most már tudatosan keresik fel ezeket a helyszíneket. Hát ezt ajánljuk minden polgárnak, hogy csináljon egy listát, hova akar eljutni. Ezeken a napokon most az idei évben a közel 70, elnézést kérek, ezt kicsit megküldtem a hideg időben. Ebben az idei évben a közel 70 létesítményből részt fog venni több mint 50, és hát abba bízunk, hogy ez az 50, és most már tudjuk, hogy ez az 50 intézmény, 50 vezetője nagyon komolyan készül arra, hogy ténylegesen élettel tele parkokat, bemutató helyeket mutasson, és alkalmas legyen arra, hogy kedvet csináljon. Ezeken az időszakokban azért ez egy jelentős plusz feladat az adott nemzeti emlékhelynek, történelmi emlékhelynek, hiszen még egyszer, ezek nagy része helyeket mutat be. Tehát ennek megfelelően a mi fő feladatunk az, hogy ott szép legyen, tiszta legyen, gondozott legyen. Nem az a legfőbb feladatunk, hogy tömegeket, vonzó rendezvényeket szervezzünk. Ezeket a rendezvényeket megpróbáljuk létrehozni, és megpróbálunk minden erőforrásunkat arra összpontosítani, hogy egy-egy ilyen kiemelt rendezvényen ténylegesen sokaknak, sokfélét és tartalmasat tudjunk mutatni. Hiszen a nemzeti emlékhelyek legfőbb attribútuma az, hogy ők értékeket közvetít. Egy-egy korszak, egy-egy legjelentősebb időszaknak, tehát nemzetünk számára legjelentősebb időszaknak, sorsforduló eseményeknek a helyszíneiről van szó, amelyeket a törvény is helyrajzi számokkal rögzít, és az ott található létesítményeknek, a gazdáinak a felelőssége az, hogy mit fognak ezzel kezdeni, hogyan tudják ezt promotálni. Ebben különös helyet foglal egyébként a Katonai Emlékpark, és ezért is örülünk annak, hogy ránk esett a választás az idén, hogy bemutatkozhattunk, illetve megrendezhettük ezt a rendezvényt. Ez azért nem volt Pákozdon, hogy azért nem Pákozdon volt, mert hogy több mint 80 fős rendezvény volt, mindenféle kiszolgáló személyzettel együtt durván 100-an ott voltunk, egyszerűen terünk nincs akkor, hogy a télvíz idején egy ilyen létesítményt tudjunk biztosítani a közelbe, és úgy éreztük, hogy az a partnerünk, aki talán a Velencei tó körül legszorosabban kapcsolódik a Katonai Emlékparkhoz, a Kápolnás Nyéki Halászkastély, befogadta a rendezvényt, így mi voltunk proforma a rendezők, ők pedig a helyszínt biztosították. És ezen én beszámolhattam arról, hogy nálunk valóban az értékközvetítés megvalósul, és immáron 9. éve végezzük például az afiság iskoláját, vagy a kisebb gyerekek részére is ugyanakkor kezdtük az aprót képzőt, kicsit nagyobb acskáknak már a hadaprót képzőt, és hát pont itt a felvezető kis filmbe, szemléltető filmbe is lehetett látni, hogy ilyen nagy tömegben mozgó ifjú nemzetőröket, amelyek fehérvári iskolások, illetve környékbeli iskolások, és nagyon örülünk annak, hogy ez a betét, ez a 170-es évfordulóról szólt, ami 2018. szeptember 29-én volt, de a tavalyi, a 171-en is körülbelül ennyien ott voltak, köztük olyan új csapatok, akiket már nem mi készítettünk fel. Tehát a módszer maga elindult, önálló életre kelt, és mindez azt mutatja, hogy ez egy kedvező módszer, egy olyan, amit a gyerekek szeretnek. Tehát azt kell keresni, és nagyon sok hozzánk hasonló létesítmény van, majdnem 70, keresik annak a lehetőségét, hogy tudják hatékonyabban megszólítani az ifjúságot. Ennek a legnagyobb jelentősége, még egyszer, a felnövekvő ifjúság történelemtudata, identitás erősítése és érték alapú nevelésében van. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk a Kemp esetében, hogy azért korszakokat
átível, folyamatosan vannak időszaki kiállítások, állandó kiállítások, ami gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a honvédség a katonaság történetén is keresztül vezeti az odalátogatókat. Ez egy nagy találmány, amit mi Gyurica Bélához kötünk, aki az indítást megfogalmazó gondolatai között vetette fel azt, hogy most Pákozd, mármint ez 1998-ban volt, a 150-es évfordulón, egy egynapos rendezvényre, vagy egy egynapos eseményre hívja fel a figyelmet. De úgy, ahogy L. Simon László utalt rá, ez a hely egyben nem csak a Pákozdi csata emlékhelye, hanem összességében ez a hely a hadsereg születésének a helye. Ha ez a születési hely, akkor ettől kezdve a hadsereg élet történetét is be tudjuk mutatni. Hál' Istennek ez folyamatos. Ma is van hadseregnek az országnak, ennek megfelelően azért küzdünk, hogy ne győzzenek le bennünket, ha itt tetszik, mert ugye köztudomású, hogyha nincs elég erős hadsereg, abban az esetben könnyen előfordul, hogy legyőzhetünk, és akkor a másik hadseregét kell etetni, az ellenség hadseregét kell etetnie ezen polgároknak. Ez ugye messzire vezető gondolat, de az biztos, hogy a Pákozd lehetőséget ad arra, hogy végigtekintsünk az elmúlt 172 év eseményein, láthatóan be tudjuk mutatni azt, hogy voltak nagyon emelkedett időszakok, és voltak nagyon nehéz időszakok Magyarország történelmében, és azt is be lehet mutatni, hogy a had az ugyan professzionalizálódott, és van magyar honvédség, és természetesen ez egy önkéntes hadsereg, de ugyanakkor ennek a hadseregnek a jövőben is az állományának egy esetleges minősített időszakban a zömét azt a magyar polgárok fogják adni. És az, hogy arra felkészüljenek, ahhoz bizony először fejbe kell elkészülni. És végig kell gondolni azt, hogy hol a helye. Ahhoz, hogy ezt sikeresen el lehessen, vagy sikeresen tudhassuk, ahhoz pedig az kell, hogy akarja a magyar polgár megvédeni a saját országát. Ahhoz, hogy ezt erre fel tudjuk készíteni a fiataljainkat, ahhoz pedig olyan helyek kellenek, amik hitelesen közvetítenek. És hol van ennél hitelesebb hely, mint a Pákozdi Emlékpark, ahol 1848-ban a csatatér része volt, ahol valóban események zajlottak, ahol 1944-45-ben valóban harci események folytak, hiszen az a harcárok, ami ott található, az lényegében a Margit vonal egy állásszakasza van. Így mondom, hogy régészetileg feltárva és valami úton módon megmentve. És hát a későbbi időszakhoz pedig akár a békefenntartás tevékenységének magyarországi dedikált emlékhelyekként tevékenykedik, a békefenntartók gyűjteményével és a többivel. Ez minden körülmények között egy nagyon szemléltethető hely, amely attól is izgalmas, hogy talán alkalmat ad a pedagógusoknak arra, amire csak a természettudósoknak van lehetőségük, az, hogy szemléltessenek. Hogy lehet szemléltetni a háborút? Hogyan lehet szemléltetni egy-egy történelmi eseményt? Leghitelesebben úgy, hogy a hiteles helyekre megyünk el. Csataterek ma nagyon kevés maradt, dedikáltan megjelölve, és nemzeti vagy történelmi emlékhelyé emelve, talán Mohács, Eger, Pákozd, az, amik ilyen szempontból valahova köthetők. Tehát én úgy érzem, egy nagyon nagy értéke van ennek a megyének, nagyon nagy értéke van, és egy lehetősége a fehérvári pedagógusoknak arra, hogy használják, és eredményeket érhessenek el. Pont ez az utánpótlás nevelés szempontjából is talán mondhatjuk határozottan azt, hogy akkor Pákozd az a hely, ahol a múlt, a jelen és a jövő is összekapcsolódhat. Igen, ez így van, és ugye mi most történelmi helyekről beszélünk,
nemzeti vagy történelmi emlékhelyekről. Tehát és ezért hangsúlyoztam, hogy azok egy-egy kis területre, egy-egy épületre, egy-egy területre vonatkozik. Most talán pont ez volt az, ami a Pákoznak a legnagyobb üzenete, hogy lehet ebből egy olyan helyet hozni, ahol lényegében nem a föld a lényeg, nem az építmény a lényeg, hanem az a közvetített tartalom a lényeg, ami a múltból a jövőbe vezet. Ugye nyilván azt említette a beszélgetésünk elején, hogy a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatban nem a programok a fő feladat, hanem hogy a környezet maga meglegyen. De azért, hogyha Pákozdra gondolunk, itt Fejér megyében biztosan, hogy ő nagyon sok látogatott, kedvelt rendezvény, esemény jut az itt élőknek az eszébe, hiszen mondhatjuk, hogy vannak fix programelemek, amik az emlékparkhoz kötődnek, és folyamatosan végig kísérik az egész évet. Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, mert ez lehetőséget ad arra, hogy rávilágítsak arra, hogy ezt a parkot az idén 25 éve megalakult civil szervezet törekvése hozta létre. Az említett Gyurica Béla, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Fehérvári Szervezetének alapítója, és összességében az ő haláláig vett gondolataira épül az, amit az utódai, ahogy tetszik, felépítettünk. És ez igenis nem arról szólt, nem csak arról szólt, hogy egy helyet meg kell menteni. Volt egy ilyen időszak, ezért is fejlesztünk, építünk, rendezünk, mindig újabb, kicsit csiszoljuk, mind otthon a házunkat. De végül is egy család életében nem a ház a fontos, hanem a család élete a fontos. Az, hogy mit közvetít, hogy neveli a gyerekét, hogy viselkednek egymással, milyen rendet tart, tehát hogy a környezetével és az egész egy szerves egységet alkossa. Az Katonai Emlékparknak a tulajdonosi viszonya is úgy épül fel, hogy van Pákoz tulajdona a maga terület, a rajta lévő építmények egy része Pákoz tulajdona, egy része a Honvédség Társadalom Baráti Kör tulajdona, és az 1848. szeptember 29-ére emlékező múzeum, tehát a Csata Emlékmúzeuma, az a Magyar Honvédségé. Tehát ennek megfelelően, ahogyha úgy tetszik, ez az, amit védeni kell, ezt a területet, és ezen készülünk, amivel lehet. Ha kukacosak akarnánk lenni, akkor ténylegesen meg kéne őrizni valahogy a 48-as állapotokat, de hát ez természetesen lehetetlen, hiszen azért a természet, hál' Istennek, dolgozik. Ami fontos, hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Kör viszi be, mint társtulajdonos, azt a programot, amit ott folyamatosan bemutat. Tehát ezt mindenkor nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Kör ennek a Katonai Emlékparknak egyik társtulajdonosa, az azt üzemeltető Katonai Emlékpark non-profit, közhasznú non-profit társaságnak az egyik tulajdonosa, és mint ennek a fenntartója, ő azt vállalja, hogy ide a programokat közvetíti és viszi oda. Én ugye kettős minőségben is vagyok, hiszen igen, ennek a baráti körnek alelnöke lehetek, illetve, vagy elnök helyettese lehetek új fogalom szerint, és ennek a gazdasági társaságnak pedig ügyvezetője. Talán most ez így mondom, hogy szerencsés egybeesés, hiszen mind a kettőről én jogosan tudok beszámolni, és ott voltam az első kapavágástól azon, hogy próbáljuk ezt ebbéli ide fejleszteni. Én úgy érzem, hogy ez így tökéletes, és a honvédelmi vezetés is ezt felismerve ezt támogatja. Nem kis dolog ez. Egy baráti kör, amit meg tud jeleníteni, azt szakmailag nagyon-nagyon aprólékosan csiszolgatja, és ezt követően mutatja be azokat a törekvéseit, amik programot alkotnak, és amit, hogyha tetszik, a nézők, a gyerekek láthatnak, vagy hozzá férhetnek. Most is készül ilyen program. Adott esetben elárulhatom, hogy most már közel egy fél éve zajlik annak a programnak a csiszolgatása, amit úgy hívunk, hogy Hazáért körút, és ami egy jövőt vetít már elő, Vörösmarty házzal, amit most újítanak fel, és örömünkre május elejére ez elkészül, a Gárdonyi házzal, a Katonai Emlékpark és a Halászkastély zárná azt a
most így mondom, virtuális, vagy hát egy ilyen eszmei körutat, amelyik lehetőséget ad azon gondolatoknak a felvetésére és átgondolására azon diákoknak, időseknek, akik úgy gondolják, hogy ezen végigmennek, hogy hogyan is alakult, hogy idáig jutottunk. Hogyha úgy tetszik, a Vörösmarty szózatától Gárdonyi Géza, Egri csillagok, dobó imáján, vagy egy esküjén át a Katonai Emlékpark a modern magyar honvédelem megalakulásáig, és ezt az egésznek egy ilyen, mégiscsak azt mondjuk, hogy az igazi magasztos dolga, amit olyan sokszor hangoztatunk, de olyan nagyon azért nem gondolunk bele, ez pedig nem más, mint az önfeláldozás. Az, hogy életem árán is. Ez ott válik igazán most tetten érhetővé, vagy megfoghatóvá, amikor egy olyan lehetőség van, ahol konkrétan egy személyen át, egy személy történetén át, sorstragédiáján át meg lehet érezni azt, hogy mi, hova is jut el ez a gondolat. Én úgy gondoljuk, hogy ennek nagyon nagy fontossága van ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy a hazafias nevelés eredményes legyen. Én most így ezt említette, ezt az önfeláldozást, nekem valahogy ez mindig eszembe jut, amikor ha elindulunk az emlékhely irányába, és elmegyünk a Donkanyar emlékkápolna mellett, azért ez ott is tetten érhető az önök felé. Egy újabb elemet mondott el, és egy olyan elemet, amit szintén az hitelesített, hogy kik építették, kire gondoltak, kit jelenítenek meg, és miután a kápolnában került végső nyugalomra az a magyar katona, akit ismeretlen katonaként az orosz állam engedett exhumáltatni, és a magyar nemzet pedig a köztársasági elnökkel az élén eltemette őt, ez ad lehetőséget arra, hogy ténylegesen azt kell mondani, és kétszer aláhúzva, hogy Pákozd minden irányba egy hiteles hely. És számos olyan dologja van, azért mondom, ami túlnő azon, hogy csak egy hely, hanem ezt meg kell jeleníteni. És ahhoz, hogy egy élettelen tárgyakat őrizzünk, azon túl mi nekünk át kell adni azt a szellemiséget, ami azt áthatja, hogy a magyar honvédelem sikeres lehessen a jövőben is. Hiszen afelől nem vagyunk biztosítva, hogy mindig így lesz, hogy béke lesz. Az, hogy béke van immáron 75. éve, nagyrészt a katonáknak is köszönhető. Annak az erőfeszítésnek, amit ez az ország közösen művelt, annak az erőfeszítésnek, aminek a folytatói a ma fiatalai lesznek. Hogyha ezek nem ismerik meg, ők nem ismerik meg, nem nőnek föl ebből ennek megfelelően, abban az esetben mi követünk el, akik nevelünk hiányosságot, és nem készítettük fel a jövő generációját. Ez egy nagy gond lehet. Mi nem nevelőintézmény vagyunk. Tehát a nevelőintézmény a család, az iskola. Mi azt mondjuk, hogy a társadalom összhatásába tud nevelni, és azzal, hogy rend van, azzal, hogy milyen formát ölt a maga a nevelési tevékenység, milyen figyelem fordítódik rá, és ezen túlmenőleg az, hogy mennyire segítik például a nemzeti emlékhelyek azt, hogy a családoknak ebbéli munkáját szemléltethesse, ebbéli munkáját segíthesse. Vagy akár szemléletformáló programokat biztosítson, hiszen azért az aprót kézbőző és ezek az említett rendezvények azért a szemléletformálásban igen erőteljes elemek. Igen, és ez a döntést az anyuka, az apuka hozza meg, vagy a nagyszülő hozza meg, akkor, amikor egy-egy programunkkal mi csak segíteni tudjuk. Azt tudjuk mondani például a nagyszülőknek, hogy hozzák el az unokáikat. Ebben az esetben a nagyszülő nálunk ő a munkatársunká válik egy pillanat alatt, hiszen tárlatvezető? Ő tárlatvezető. Mi nem azt kérjük, hogy tehát nálunk nincs olyan, hogy egységesen beszélünk valamiről. Egyszerűen azért nem, mert azt, amit szemléltetünk, az egy nagy korszak. Az, amit meg tudunk jeleníteni egy-egy lapon, az egy adott állapot, egy-egy esemény.
Mi azt gondoljuk, hogy azok, akik mondjuk nagyszülők, ők azért megkapták a maguk nevelését. Először is végig éltek egy életet, és az élet tapasztalataikat tudják átadni. A család történetét tudják átadni. Azt ki tudja hitelesebben átadni, hogy mi történt a felmenőkkel, milyen veszteség érte az adott családot, annál, mint hogyha azt egy nagyszülő meséli el az unokájának. Ezért is nálunk a nagyszülő, most így mondom, ebben az esetben a munkatársunk. Hogyha az anyuka úgy dönt, hogy a kis gyermekét elhozza, és mert valamiért úgy érzi, hogy szükség volna, hogy egy kicsit más lásson, és beiratja, vagy benevezi egy órára egy aprót képző foglalkozásra, akkor ő saját szemével láthatja, hogy volt-e ennek a foglalkozásnak eredménye, volt-e értelme, és ha más nem, elindít egy beszélgetést. Ha belegondol abba, hol lehet ma arról beszélni, hogy a hazavédelmét kinek kell megoldani? Régen ezt a vasárnapi beszélgetéseken, vagy a vasárnapi ebédeknél a nagyszülők tették meg, akik a hadi élményeiket mesélték. Én már kifele megyek, a Lemez B oldalán természetesen ugye nagy múlt van mögötte. Még emlékszem arra, hogy az én nagyszülőm, aki részt vett az első és a második világháborúban is, milyen sokat és milyen szenvedélyesen beszélt arról, ami adott esetben, hogy mi hozta elő azt a témát, az nem biztos, hogy az, hogy éppen, nem tudom én, valami konkrét dolog jött elő. Valami előhozta. Vagy az, hogy ezt a kanalat, amit vagy például az én nagyszülőm evett, az én édesapám evett, az a kanál, őt végig kísérte a Donnál is. És ő nem volt hajlandó mással lenni, csak azzal. Na most, hogyha ő neki jó napja volt, akkor vidám élmények jöttek elő. Hogyha rossz napja volt, akkor emlékezett azokra, akik nem jöhettek haza. Ő neki 20 éves volt még az elején, amikor ez a meghatározó élménye volt. Egy életen át elkísérte. Tehát azért akarok csak így beszélgetni erről, hogy az, hogy mi hozza elő az emberből, az nagyon kérdéses. De egy ma fiatalja, aki gondoljuk csak bele, 15 éve nincs sorkatonaság. Tehát akik ma, most így mondom, szülőkorú emberek, azoknak nagy többsége már nem volt katona. Eleven élményei már nincsenek, nem tudja megmutatni a kanalát. Viszont helyette azért felérheti azt, most így mondom, tudatos ésszel, hogy alapvetően őt is ugyanúgy kötelezi a ma alaptörvénye, amely kötelezővé teszi valamennyiünknek az országunk védelmét. A beszélgetésünk elején utalt még arra, hogy a kezdeteknél is már ott volt, több titulusban is, vagy beosztásban is ülhet itt. Amikor indultak, akkor gondolta volna azt, hogy két évtized után, több mint két évtized után hova fognak eljutni? Tehát, hogy a kezdeti álom az ma kézzel fogható, tapasztalható dolog lesz? Nézze, mindenkor, és ezt el kell mondanom így, hogy mindenkorban ez egy feszítő kérdés volt ennek a hazafias honvédelmi nevelésnek a hogyanja. A Honvédség és Társadalombaráti Kört 1994-ben alapította Gyurica Béla és Nemeskürti István tanár úr. A Nemeskürti István, aki megírta, először tudósított, vagy könyvbe írta meg a Doni Sors tragédiát, vagy megírta sok tanulmányába azt, hogy amit most így mondom, Vörös Marti is a maga szókincsével egy versbe foglalta, hogy ahhoz, hogy itt élned, halnod kell. Ez az a sorskérdés, hogy ezt hogyan tudja biztosítani a magyar, hogy ő itt maradhasson ezen a szállásterületen. Ehhez bizony fel kell készíteni a gyerekeket, és ez volt az, amit az ászlójukra tűztek. Mi ezt valósítottuk meg, és ezt folytatjuk. Én köszönöm szépen, és sok sikert kívánok ehhez a munkához. Köszönöm szépen. Közösen. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, és hogyha tehetik, akkor itt elhangzott már, hogy május 9-én látogassanak el a nemzeti emlékhelyekre, azon belül is Pákozdra, hiszen kiemelt helyszín lesz az idei esztendőben. Köszönöm, hogy itt voltak, köztérrel a jövő hét pénteken várom majd önöket. Viszontlátásra!